A Bajai Televízió csütörtök esti híradója kezdődik, jó estét kívánok! Nézzük előbb vezető híreinket, röviden! Vitás kérdések, fizetésemelésekről, a kulturális események szervezéséről és a helyi buszközlekedésről is döntöttek a csütörtöki testületi ülésen a képviselők. Jégről mentettek, a búvárokkal közösen tartottak gyakorlatot a tűzoltók a befagyott Csugovicán. Szépül az iskola, felújítják az Eötvös József általános iskola vizes blokkjait, a munkálatok két ütemben valósulnak meg. A mai testületi ülést közmeghallgatás előzte meg, melynek keretében kettő témában mondhatták el véleményüket a bajaiak. Az egyik a város 2017-es költségvetése, míg a másik a településfejlesztési stratégia volt. Utóbbihoz kettő hozzászólás is érkezett. Az egyik Szent László utcai lakos kért szót a meghallgatás elején, aki az utcájukban fennálló problémákra hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint az ott albérletben élő családoknak köszönhetően rendszeresek a hangoskodások, rendbontások és rongálások. Mindezek felszámolására térfigyelő kamerát szeretne az utcába szereltetni, melyhez a város és a rendőrség segítségét kérte. Fercsák Róbert polgármester válaszában kiemelte, az önkormányzat folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket a térfigyelő kamerák telepítéséhez, de a kamerák kihelyezésének a sorrendje a rendőrség javaslata alapján történik. Egyúttal ígéretet tett arra, hogy a probléma nem lesz a szőnyeg alá söpörve, hanem megpróbálnak megoldást találni rá. A másik felvetés Domokos Istvántól érkezett, aki azt kérdezte, hogy a Róka köz és a Róka utca a jövőben kaphat-e szilárd útburkolatot. A Róka utca, ez mindenki tudja, hogy a felső része az magasabban fekszik. Onnan, ha nagy eső van, lefelé folyik a víz, állandóan jönnek, hogy követ, meg zúzott követ és ilyennel föltölteni, de a víz, ahogy mint egy pataknál, leviszi az egészet, és mind kiviszi a Róka utca elejére. Na most mi a közből egyáltalán nem is bírunk kijönni. Fercsák Róbert elmondta, ismeri a problémát, ami sajnos nem egyedi a városban. A Róka utca aszfaltozása megközelítőleg annyiba kerülne, mint a teljes városra fordítható keret, de a Róka köz az itt élők hozzájárulásával megvalósítható lenne. Ilyen formán, hogy nincsen szilárd burkolatú út, természetesen főleg ilyenkor téli időszakban fokozottabban jelentkeznek a problémák. Jó időben jött még a Róka közé lakos, mert hogy ugye jövő hónapban lesz a költségvetésnek az elfogadása, jelenleg a költségvetés tervezése folyik, és hát a költségvetésben természetesen az idejében is fogunk elkülöníteni pénzt útépítésekre. A polgármester hozzátette, a lakók írásbeli igényének benyújtása mellett az itt élők bátran keressék problémájukkal a körzet önkormányzati képviselőjét. Fizetésemelések, kulturális események szervezése, temetkezési szokások és helyi buszközlekedés. Több fontos téma is szóba került a csütörtöki képviselőtestületi ülésen, melyekről döntés is született. Az ülés végén pedig egy többpárti összefogásnak köszönhetően rendkívüli testületi ülés összehívását is kezdeményezték. Három sürgősségi ponttal kezdődött az ülés, melyekben a képviselők határoztak a polgármester, az alpolgármesterek és a köztisztviselők béremelésének mértékéről. Szintén döntés született arról, hogy a jövőben a Baja Marketing Kft. Nagyobb szerepet vállal a közművelődésben, több eseményt is a városi cég fog szervezni és lebonyolítani. Kisebb vita alakult ki a képviselők között a temetőkben lévő közterületek használatáról, valamint a temetkezéssel kapcsolatos szabályozásról. Itt az ellenzék jelezte, hogy szeretné, ha a jövőben is versenyhelyzet állna fenn a városban működő temetkezési cégek között. A temetkezési Kft. Egyre nagyobb szeletet hasít ki a temetési szolgáltatásokból. Túl azon, hogy ő a temetők működtető üzemeltetője, de a temetkezési szolgáltatások köréből is egyre több feladat kerül át a város cége fenntartásába, illetve működtetésébe. Az egyik legnépszerűbb pont a helyi buszközlekedési menetrend kialakítása volt. A nem kevesebb, mint 10 felszólalásból kiderült, hogy többen elégedetlenek a jelenlegi menetrenddel, melynek finomítása jelenleg is zajlik. Komoly feszültséget okozott a testület tagjai között, amikor az ülés végén Hajdú Miklós bejelentette.
kettő frakciótársával, valamint Jaszenovics Istvánné jobbikos képviselővel közösen rendkívüli testületi ülést hív össze a városban kialakult ivóvíz minőségi problémákkal kapcsolatban. Gyakorlatilag egy beszámolónak az időbeniségi elhelyezéséről volt szó. A testület az elmúlt testületi ülésen megszavazta, hogy ez február 23-án kerül sor. Hajdú úr azt szeretné, hogyha természetesen meg a pártja, meg akik kezdeményezték, ugye egy csatlakozott mindjárt az MSZP-hez a Jobbik is megint. Azt szeretnék, hogyha ez minél tovább húzódna, és minél nagyobb lánga füste történne ez a probléma, és akkor rá lehet húzni a helyi vezetésre, fideszes vezetésre, vagy az országos vezetésre. Az ülésen voltak olyan döntések is, amelyek nem kavartak ekkora vihart, a testület több beszámolót és pályázatot is egyhangulag támogatott. Január 27-től péntektől a Bajai Szent Rókus Kórház valamennyi osztályán tilos a látogatás. A Bajai Járási Hivatal népegészségügyi osztályának tájékoztatása szerint térségünkben az influenzás megbetegedések száma átlépte a járványos küszöböt, ezért január 24-től a fokozottan veszélyeztetett szülészet és nőgyógyászat, valamint a csecsemő és gyermekosztály területén szünetel a látogatás. Péntektől azonban már az intézmény valamennyi osztályán érvénybe lép a látogatási tilalom. A kórház vezetősége a lakosság megértését és a tilalom betartását kéri. Búvárt mentettek a jég alól a bajai tűzoltók szerdán. A bevetés egy gyakorlat része volt, amit a befagyott Sugovica partján végeztek a lánglovagok. Éles helyzetben az idén szerencsére eddig nem kellett a jégre lépniük. Kötelekkel biztosították a jégre lépőt a Sugovica partján. A bajba jutott szerepét a Havária Egyesület egyik tapasztalt búvára vállalta. A feladata az volt, hogy leereszkedjen a légbe, a körülbelül 1-2 Celsius fokos vízbe, és várjon a segítségre. A speciális neoprén ruhában legfeljebb másfél óráig lehet bírni ilyen hidegben, a lánglovagoknak viszont közel sem vett igénybe ennyi időt a mentés. A közhasznú egyesület vezetője szerint fontos, hogy rendszeresen gyakorolják az ehhez hasonló helyzeteket. Ha ilyen feladat van, akkor is élesben és szinte majdnem mindig együtt hajtjuk végig ezeket a feladatokat. Szokjunk össze, újra gyakoroljuk, hogyha tudunk javítani a technikákon, ezeket javítsuk ki, és ennek megfelelően minél gyorsabban, minél pontosabban tudjuk elvégezni ezeket a mentési feladatokat. A lánglovagok először megbizonyosodtak a jég vastagságáról, majd a beszakadt lég felé indultak. Először a felbújható stéggel közelítették meg a bajba jutott búvárt, ami a hatékony súlyelosztást segíti a jégen. Erre emelik rá a vízbe esett személyt, majd társaik kihúzzák őket a partra. Van egy speciális eszközünk, a mentőstég, ez egy levegővel felfújható stég, amit a jégen bejuttatva a kollégák erre a mentendő szemét ki tudják húzni, és biztonságosan a partra tudják juttatni, valamint létrákkal is meg lehet ezt a feladatot oldani. Az elmúlt néhány évben szerencsére élesben ezt a technikát nem kellett alkalmazniuk. A balesetek elkerülése érdekében viszont azt kérik a szakemberek, hogy a folyóvizek jegére senki ne lépjen. A befagyott állóvizeken pedig kizárólag akkor szabad korcsolyázni, ha a jégréteg 10 cm-nél vastagabb. Ismét drágul a cukor. A tavalyi 17%-os fogyasztói ár növekedése után az idén további 5%-kal emelkedhet a cukorára. A Magyar Takarék Szövetkezeti Bank ZRT vezető agrárszakértője elmondta, az árnövekedést az okozta, hogy a cukortermelés nem tudott lépést tartani a kereslet növekedésével. A globális cukortermelés tavaly meghaladta a 174 millió tonnát. A felhasználás mértéke pedig több mint 180 millió tonna volt. A cukor mellett a liszt ára is emelkedhet a jövőben. A Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének elnöke azzal indokolja az árnövekedést, hogy a malomipari vállalatok nagy része nem rendelkezik tartalékokkal a szükséges béremeléshez. A Gabona Szövetség szerint a malomiparban jellemző az alacsony bérszínvonal, a munkaerő hiány, emellett a hiányzó molnárképzés miatt a munkaerő utánpótlás is problémákat jelent Magyarországon.
Felújítják a vizes blokkokat az Eötvös József általános iskolában. A munkálatok két ütemben valósulnak meg, jelenleg a régi épületben dolgoznak a szakemberek, következő hónapban pedig az új szárny kerül sorra. Erre a tanévre további tervek is születtek az intézményben. Az iskolában a vizes blokkok több mint 20 évvel ezelőtt készültek, illetve akkor újították fel azokat. Azóta a berendezések tönkre mentek. Most a teljes vízvezeték rendszert kicserélik. Modern WC-ket szereltek be, fal sík mögé építhető vízöblítéses tartályokkal, illetve aminek nagyon örülünk, hogy sikerült megvalósítani, hogy öblítésvezérelt piszoárok lesznek. Az összesen 8 vizes blokkot több mint 600-an használják az intézményben, ahol a szellőztetés sem volt megoldott. A munkálatok során ezért mindenhova ventilátorokat is beszerelnek. Ebben a mosdóban már csak a festés hiányzik. Ez egy női WC. Kicseréltük a csempéket, egy új mosdókagyló került beszerelésre, új járólapok vannak, és a szellőztetést oldottuk meg. A felújítást a Bajai Tankerületi Központ támogatta anyagilag, ami több millió forintba kerül. Ez már nagyon-nagyon időszerű volt, mert több évre visszamenőleg küzdöttek ezekkel az állapotokkal, és úgy gondolom az oktatás színvonalához elengedhetetlen, hogy olyan körülményeket biztosítsunk, hogy tehát elégedettek legyenek a gyermekek, a szülők és a kollégák is. A munkálatok a téli szünetben kezdődtek. Jelenleg a régi szárnyban található 4 mosdót alakítják ki, a következő ütemben, február elejétől pedig a többi 4-et. Ezt követően a bejárati ajtók cseréje következik a földszinten, utána pedig új padokat és székeket kapnak a diákok még ebben a tanévben. Véget ért az első fél év a hazai tanintézményekben. Az iskoláknak január 27-éig értesíteniük kell a tanulókat és a szülőket a diákok félévi eredményeiről. Az újvárosi általános iskolában is értékelték a diákok teljesítményét, ahol az idén közel 30 tanuló szerzett kitűnő félévi bizonyítványt. Január 20-án pénteken ért véget a 2016-17-es tanév első fél éve. Az újvárosi általános iskolában hétfőn tartották meg a fél évvégi osztályozó értekezletet, ahol az intézmény pedagógusai közösen értékelték a tanulók eddigi teljesítményét. Hánné Hovány Márta elmondta, jó eredmények születtek a tanév első felében. A legtöbb gyerek egyébként és a legtöbb szülő komolyan veszi, és ennek megfelelően vagy igyekszik megtartani a jó eredményt, vagy pedig, ha kicsit rosszabbul sikerült, mert természetesen ez is az élet vele járója, akkor megpróbálunk rá valamilyen erővel hatni, illetve motiválni őt, buzdítani őt, és reméljük, hogy majd akkor kijavítja a végéig. Az intézményben jelenleg 242 diák tanul, közülük az idén 28 kitűnő tanuló volt, ami jó aránynak mondható, fogalmazott az intézmény megbízott igazgatója. A 8. évfolyamból 8 diák szerzett kitűnő bizonyítványt, köztük Unzorg Nóra is, aki jövőre a 3. Béla gimnáziumban szeretné folytatni tanulmányait. A szüleim is azt mondják, hogy az ilyen képességű diákoknak oda kell menni, és hogy ott kevesebb az esélye, vagy rossz társaságba kerülök, szerintem. Dékány Levente ugyan nem kitűnő bizonyítvánnyal zárta az első fél évet, de elmondása szerint elégedett a teljesítményével. Ő a Tőr István gazdasági szakközépiskolába készül. Két unokatestvérem is odaért, és azt mondták, hogy jó iskola. Hánné Hovány Márta szerint fontos a félévi minősítés, de azt is hozzátette, ez a bizonyítvány csupán egy pillanatnyi képet tükröz a diákok addigi munkájáról. A kitűnő eredmények mellett sok jeles bizonyítvány is született a fél év során. A pedagógus pedig azt reméli, az év végére ezek a diákok is kitűnő értékeléshez zárják majd a tanévet. A gyerekek készítették az ebédet szerdán a Szent László Általános Művelődési Központ óvodájában. Műzli, téli zöld saláta és tökleves is szerepelt a menüben. Az óvodában havonta egyszer egészségnapot tartanak, és minden alkalommal más-más témáról tanulnak a gyerekek. Puffasztott rizs, köles golyó és zappehely is került a tálba. A Vöröskeresztéri óvodában a gyerekek olyan hozzávalókat használtak, amelyek nem minden háztartásban fordulnak elő. A piros szobában egy vegyes zöld saláta készült. Céklát, hagymát, borkát, paprikát és még retket. Ezek közül te melyiket szereted? Borka.
A nagyobbak szívesen segítettek a zöldségek felaprításában. Belerakjuk a levesbe, megesszük. És szereted a zöldségeket? Igen. Melyik a kedvenced? A brokkoli. A sárga csoportban közben elkészült a leves is, amit a szorgos kukták főztek. Tört leves. És milyen lett? Megkóstoltad már? Igen. Mi került bele, azt tudod? Tök répa, meg fehér répa. Lézer. Narancs. Mert még mit az alján? Narancs levet csavartunk bele, és most mit rakunk bele? A kék csoportban az erjesztett tejtermékekkel foglalkoztak az ovisok. Ők joghurtot és vajkrémet készítettek. A pedagógusok szerint a gyerekeket érdekli, hogy mi hogyan készül, így gyorsan tanulnak. Amint benne van a kezük munkája, fizikai tapasztalata, megszagolhatja, megkóstolhatja, összevághatja, beszélgetünk róla, akkor nagyon szívesen megkóstolják. Én javasolni szeretném, és ezáltal nyilván egy üzenet is a világ felé, hogy érdemes velük együtt dolgozni, mert akkor a gyerekek igenis ránevelhetők arra, hogy ők ne csak egy cukros, édes túlókrémet akarjanak enni, hanem akár a dobozos margarin helyett fűszeres vajkrémmel, fűszeres túrókrémmel is el tudják verni az éhségüket. A gyerekek minden nap kapnak az évszaknak megfelelő friss gyümölcsöt vagy zöldséget az óvodában. A következő alkalommal pedig egészséges italokat készítenek majd, és a növényi olajokról tanulnak a csoportok. Most pedig kezdődik a sportpercek. Kellemes szép estét kívánok mindenkinek! A birkózás fellegvárában, Iránban lépett szőnyegre a Mogyi Bajai Birkózóklub 2 kiválósága. Borsos Bálint és Püspöki Patrik a magyar válogatott tagjaként vett részt a meghívásos viadalon, ahol a világ legjobbjaival mérhették össze tudásukat. A bajaiak helytáltak a nagyon erős mezőnyben. Ezek az amatőr felvételek a verseny helyszínén készültek, ahol több ezer szurkoló előtt adhattak számot tudásukról a birkózók. A sportág iráni helyzetét jól mutatja, hogy 6 millió versenyzőjük van, a birkózás valódi nemzeti sport arrafelé. A bajaiaknak óriási élmény volt ebben a közegben szőnyegre állni. Magyarországon nincs, hogy verekednek az emberek, de ezt most szó szerint kell érteni, hogy bejuthassanak birkózást nézni. Tehát ott olyan szinten van ez a sport. A hangulat az teljesen más volt, mint a hazai, abszolút szokatlan, még a világversenyekhez képest is, tehát az ott annyira nagy dolog volt, hogy kicsit lámparázsak is voltunk, megmondom az őszintét, de hát úgy gondolom, hogy azért sikeresen le tudtuk győzni. Nagy ordibálás, végig vezérszurkolókkal, mint mondjuk egy válogatott foci meccs esetleg Magyarországon, olyasmi volt. Patrik és Bálint egyaránt egy-egy győzelmet aratott a tornán, amivel hozzájárultak a magyar válogatott 7. helyezéséhez. A bajai klubnál természetesen nagyon büszkék a fiatal sportolókra. Az volt ugye az elvárás, hogy azért nyert mérkőzés nélkül ne jöjjenek haza, és azért ezt mind a ketten teljesítették is. Ráadásul tudni kell, hogy Patrik még 19 éves juniorkorú versenyző, és ez egy felnőtt verseny volt. Ugye a magyar csapat a 7. helyen végzett, ez egy csapatverseny volt, és a Patrik ráadásul az örmény birkózót verte meg, és azt tudni kell, hogy az örmények, akik mondjuk egy ilyen versenyre elhoznak, az egy világszintű felnőtt birkózó, és hogy a Patrik egy ilyen meccsen nyerni tudott, az egy nagyon nagy dolog. A mostani verseny jó felkészülés volt a jövő hétvégén esedékes U23-as válogató viadalra, melynek tétje a hazai rendezésű Európa-bajnokságon való szereplés. Sporthírekkel holnap este ismét jelentkezünk. További kellemes estét kívánok. Viszontlátásra. Főbb híreink jönnek még egyszer, egy-egy mondatban. Vitás kérdések, fizetésemelésekről, a kulturális események szervezéséről és a helyi buszközlekedésről is döntöttek a csütörtöki testületi ülésen a képviselők. Jégről mentettek, a búvárokkal közösen tartottak gyakorlatot a tűzoltók a befagyott Csugovicán. Szépül az iskola, felújítják az Eötvös József általános iskola vizes blokkjait, a munkálatok két ütemben valósulnak meg. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Addig is köszönöm figyelmüket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra!
Délnyugaton többnyire erősen felhős lesz az ég, másutt erősen felhős, ködös és napos területek egyaránt lesznek. A felhős, ködös tájakon hószálingózás, ónos szitálás helyenként előfordulhat. Az ország nagy részén többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 4 és mínusz 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet a napos területeken 0 fok körül, a ködös felhős tájakon mínusz 2, mínusz 7 fok között valószínű.